A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a kezdőkörben. Egy héttel ezelőtt egy ilyen csajos adást tartottunk, aminek a vendégei, hát utólag nekem legalábbis azt mondták, hogy nagyon élvezték az adást, de ez nyilván azt is jelentette, hogy kicsit más tematika szerint zajlott a műsor, nem annyira a sportesemények és történések után mentünk, hanem sok mindenről beszélgettünk, például arról, hogy miért van férfi túlsúly a sportmédiában. Hát például azért, mert ebben a műsorban is mindig férfi kollégák vendégeskednek. Így lesz ez most a mai műsorban is, vagyis visszatérünk a hagyományos mederbe. Itt van velünk Mátai Balázs kollégánk, a Média 24 újságírója. Itt van Farkas Szilárd kollégám a Fehérvár Médiacentrumból, és természetesen Horog László, akit sok szeretettel köszöntök. Két hét kihagyás után sportban is megszokás ezt érezni, reméljük, hogy... Magamra éheztettem a nézőket. Így van, a sztárok azért nem minden adásban vannak jelen. Beszélgessünk egy kicsit a műsor elején a kosárlabdáról. Nem sokszor volt róla szó ebben a szezonban még, viszont hát az a helyzet állt elő, hogy egyedüli 100%-os csapatként négy forduló után is őrizve a hibátlan mérlegét vezeti a bajnokságot az Arkonik Alba Fehérvár. Őszintén szóval, bár döntőt is játszott az előző idényben az Alba, olyanra, hogy alapszakasz közben pont előnnyel vezesse a táblázatot, én nem nagyon emlékszem, illetve emlékszem, csak nem tudom, mikor volt utoljára. Az utóbbi években biztos, hogy nem hiszem, megszokhattuk, hogy inkább a Falkó volt az élen, és a többiek őket üldözték. Most ugye a szombathelyiek meglepő vereséget szenvedtek Szegeden, ami nyilván a bajnokság kimenetele szempontjából még nem bír túl nagy jelentőséggel, de nekünk nagyon kedves most ránézni a táblázatra, hiszen a fehérvári kosarasok állnak az élen. Úgyhogy legutóbb vasárnap ugye nyertek Kecskeméten is, ami azért nem volt mindig egyértelmű dolog, most sem az. Kecskemét az egyik legszívósabb, legkeményebb ellenfél. Ráadásul az Albának hétközben ugye volt egy portugáliai útja a Sporting ellen, ahol nem sikerült nyerni, tehát azért nem makulátlan már a szezon mérleg, csak a bajnokságban, viszont az is egy nyerhető mérkőzés volt, ahol tényleg talán egy-két labdán múlt, hogy nem húzta be az európai kupa meccset is a csapat. Még mindig nagyon a szezon elején járunk, nem tudom titeket mennyire lep meg, hogy ennyire jól kezdett az Alba. Inkább azt szoktuk meg, hogyha látjuk is, meg hisszük is, hogy jó lesz a csapat, az eleje az döcögősebb. Itt azért nagyon jelentős változás volt a keretben, ugye egy kivételével a teljes légió lecserélődött, elmentek magyar válogatott kulcsemberek, szóval inkább féltettük azért azt hiszem a csapatot ettől a rajtól, mint hogy bíztunk benne, hogy ilyen jól sikerül. Abszolút így van, ez az Alba így most már öt, mert tényleg a nemzetközivel együtt öt tét meccs után ki lehet jelenteni egy stabil jó csapat, a légiósok sora is, bár Chris Martin egyelőre még kérdőjel, hiszen keveset játszott, vagy kevés lehetőséget kapott, majd kiderül, hogy melyik verzió jön be. Róla még azért sok mindent nem tudunk állítani, de az, hogy a másik négy hozza, amit tőle el lehet várni ebben az időszakban, ez egyértelmű. Viszont az van, amiről itt adáson kívül beszélgettünk, és Zolinak igaza van, hogy eléggé szűknek tűnik ez a keret így ebben a tekintetben a két frontos harchoz. Mert hát hiszen láttuk, hogy a Sporting ellen, mert ugye volt egy vereség hétközben, már azon a meccsen azért volt sok minden, ami nem jellemző az Albára, vagy nem mindig. Hát ugye a meccsnek az első felét azt jól elengedték, tehát ott sebességbeli különbség is volt, szerintem akaratbeli különbség is az ellenfél javára, és mire megjött az Alba a meccsbe a harmadik negyed közepére, addigra már azért volt egy 12-13, néha 14-15 pontos hátrány is, amit a végére ugye ledolgozott, sőt vezettünk is egy-két perccel a vége előtt, de hát ott azért keményen megkapta a játékvezetőktől is a hazai pályát a Sporting, tett is a győzelemért, úgyhogy az a négy pontos vereség az Albának, én azt gondolom, hogy
ritkán mondunk ilyet a mi kedvenceinkről, de az kiárt a csapatnak az összteljesítménye alapján, és talán egy figyelmeztetés is volt, ami pont azt eredményezte, hogy a Kecskemét ellen végig odafigyelve jól tudtak játszani, és bizony abban a kecskeméti oroszlán barlangban, ahol azért nem mindenkinek, és még nekünk sem mindig voltak sikerélményeink, bár az utóbbi években inkább, de mindig szoros meccseket játszottunk, most is így volt ez, és reméljük, hogy kitart ez a lendület, és majd Martiról is kiderül, hogy mennyiben terhelhető, tud-e hozzátenni a többiek játékhez egyáltalán a közösben, mert ha igen, akkor tényleg egy jó szezonja lehet az Albának. Én azt gondolom, hogy az előző szezon hozománya lehet a jelenlegi szezonnak a folytatása is, hiszen játékosok jöttek, mentek, de a légkör alapvetően nem változott. Tehát azok, akik jöttek, tudták, hogy hova jönnek egy tavalyi döntőből kiindulva bajnokság, bajnoki címre esélyes csapathoz, és nagyon fontos az a légkör, ami itt van, hiszen ha ebbe belépnek, akkor ők is elhiszik azt valószínűleg, mivel hogy az első 4-4 győzelem mutatja azt, hogy ők is elhiszik azt, hogy itt lehet és kell is jó játszani, de ha kell, az nem nyomja a vállukat, hanem inkább felhúzza őket. Azért maradtak nyilván meghatározó emberek itt, akikre lehet számítani, és melléjük sikerült beépíteni most az újakat, úgyhogy szerintem nem biztos, hogy nagyon meglepő az, hogy az első 4 mérkőzést megnyerte a csapat, hogyha az előző szezont nézzük. Én úgy gondolom, hogy jogos elvárás, tehát végig haladva az ellenfeleken, tehát volt egy tavaly újoncként viszonylag könnyedén bemaradó Honvéd, aztán volt egy Szeged, volt egy Oroszlán nyitthon, és most egy Kecskemét. Tehát ezt a listát nézzünk, ezeket az ellenfeleket azért meg kell verni egy olyan csapatnak, amely tavaly döntőt játszott, tehát a második legjobb magyar csapat. A Falkó nem döntőt játszott, hanem 4 éve nyeri a bajnokságokat, nem. És Szegeden kikapott. Tehát az a Szeged, amit most azt mondunk, hogy kötelező győzelem, Fehérvárról beszélünk, tehát a második legjobb magyar csapat, és az igazolások megint jól sikerültek. Itt a Chris Martin, amiről Balázs is utalt meg te is, hogy ejtettünk szót, ő egyelőre kérdőjeles, és nyilván nem ismerem a klub első viszonyait, de én úgy gondolom, biztosan erősen gondolkodnak azon, hogy változtatnak, és az úriember szóba került a mérkőzés előtt Forrai Gábor, a KTE edzővel beszéltem, aki azt mondta, hogy jó játékosról beszélünk, de ő láthatóan nem illeszkedik abba a játékba, amit Alejandro Zubillaga kitalált. A rendszer működik, hiszen a csapat így is nyeri a meccseit. Itt vagy valami változtatás, nem gondolom, hogy az edző változtatni szeretne, úgyhogy lehet, hogy az irodaházban már gondolkodnak a váltáson vagy a pótláson, bár nem beszéltem ez ügyben senkivel. De ez esetben, ha ez megtörténik, akkor azért nem mindegy, mint ahogy minden szezon elején is meg szoktuk kérdezni, hogy valójában ki dönt az igazolásokról, mert hogyha az Zubillagának van egy rendszere, amiben nem illik bele Chris Martin, akkor nyilván olyan játékost kellene, akiről mondjuk megkérdezik az edzőt, hogy ő esetleg beleillik-e majd ebbe a rendszerbe. Nekem egy kicsit furcsa belegondolni, hogy egy 4 meccsből 4-et megnyerő csapatnál légiós cseréről beszélünk. Szerintem azért lesz még erre idő, hogy ezt átgondolják, meg adjanak bizalmat Martinnak, főleg, hogyha nyer a csapat, hiszen negatív következmény egyelőre nincs. Ami külön érdekes, itt Szilárd mondta, hogy van egy folytonosság. Ugye valóban nagy fluktuáció volt a keretben, viszont éppen Martin a most kritikusan tárgyalt légiós az egyetlen, aki olyan bajnokságból érkezett, tehát nem a magyar bajnokságból érkezett. Tehát az a fajta folytonosság, vagy az a fajta légkör, amit Fehérváron esetleg az ellenfelek is tudhatnak, megtapasztalatnak, az mondjuk sem a Sopronban játszó Barnettnek, sem Fillmore-nak, aki ugye itt van most már második éve, sem Chambersnek, aki Körmenden játszott, nem ismeretlen. Tehát én azt gondolom, hogy ez például egy úgy tűnik, hogy beváló filozófia most a klub részéről, hogy próbálta legalább olyan légiósokkal pótolni az előzőeket, akik akár a magyar közeget, akár Fehérvárt azért már megismerhették, és akkor még nem beszéltünk Zubillagáról, aki egy vészmegoldásnak tűnt az előző szezonban, ugye Zollner menesztése után, de hát úgy tűnik, hogy nem nagy rá a kabát, mert már az előző évben is nagyon jól vette át ezt a csapatot, és most egy elég markáns, határozott spanyolos edzői elképzelés mentén szintén meg tudja valósítani, amit szeretne. Tehát az sem mindegy, hogy az edzőnek sem kellett azért bemutatkoznia. A nagyon fontos volt Zubillaga kapcsán, ő volt a tökéletes megoldás, hiszen ismerte a viszonyokat, tényleg mindent, és azzal, hogy hagyta őket kosárlabdázni, és nyugalmat hozott az öltözőbe, a klubházba, az volt nagyon fontos. Tehát érdekes, hogy Zollnert, akik nagyon közelről ismerték, jó véleménnyel voltak róla,
hétköznapi emberként, de a pályán való viselkedése az nem biztos, hogy illett ehhez az egyesülethez, és a klubházban is olyan dolgokat talált ki, ami nem feltétlenül a vezetőedző dolga. Tehát úgy ítélte meg, hogy ez a klub ez róla szól, és ez nem feltétlenül volt szerencsés. És Zubi Ága tényleg nagyon emberi hangot ütött meg, és azért jelzésértékű volt, hogy a négy külföldi összesen dobott az utolsó meccseken 20 pontot. Utána az edzőcsere után mindegyik szinte többet dobott 20-nál. Tehát nem tudom, hogy edzőbuktatás volt-e, vagy konkrét bojkott, de az biztos, hogy azok az emberek, akik elfeledett harcosok voltak, hirtelen 20 emberre léptek elő néhány nap alatt. És Zubi Ága nem tudom, hogy aztán mennyire változott, valószínűleg nem, hiszen a kohézió ugyanígy jónak tűnik, de az biztos, hogy a holnapi nap is sok mindenre választ a nemzetközi porondon. Utána néztem, 2018-ban a csapat játszott már a Balkán Botevgráddal, egy győzelem és egy vereség volt a mérleg. A botevgrádi vereség után menesztették Branislav Dzsonicsot, illetőleg ott még volt egy hazai vereség a bajnokságban. A nemzetközi porondon akkor jól szerepelt a csapat, a bajnokságban csúszott vissza a 11. helyre, és 4 győzelemmel és 11 vereséggel állt, tehát akkor ott valami szintén megtörhetett. De az biztos, hogy a holnapi nap fog arra választ adni, hogy tényleg a csapat a nemzetközi porondon is mire képes. Beszélünk még mindjárt majd erről a nemzetközi megmérettetésről, még visszatérve egy pillanatra a folytonossághoz, szerintem két dolgot azért érdemes megemlíteni. Az egyik Vojvoda Dávid szerepe, aki ugye az állandóságot jelenti most már évek óta a magyar magban és a klubban úgy általában. Parádésan kezdte ezt a szezont. Tehát úgy tűnik, hogy minthogyha ez a játék, amit most a csapat játszik, ez kifejezetten ő ráíródna, vagy legalábbis nagyon megfelel neki. Itt pont Zollner alatt azért voltak olyan mérkőzések, amikor ugye érthetetlen módon lecserélte, látható feszültség is volt a két ember között, volt olyan is, amikor kevés labdát kapott, nem jutottak hozzá a dobások, még a korábbi, egyel korábbi szezonban talán. Most ahhoz a képességeihez, a klubban, a hierarchiában betöltött szerepéhez, a válogatott tudásához méltán és méltón használja őt az együttes. Abszolút. Abszolút ezzel egyet lehet érteni. Vojvoda egy igazi vezér egyéniség. Minden csapatában korábban is, nyilván 10 éves korában még nem, de amikor már életjátékos lett, utána ezt tapasztalhattuk, Szolnokot is húzta a hátán többnyire. Az Albában is ez van. Ha alóla kivesszük ezt a szerepet, akkor nyilván nem érzi magát jól, ahol Zollner alatt is, főleg az utolsó időszakban már láthatóan nem érezte magát jól. Most viszont ismét virágzik. Hát 29 pontot dobott, 25-4-et, tehát folyamatosan a pontokat is termeli, és a játékán is látszik, hogy rendben van. Ülnek a triplák, a pincérek, minden. Tehát amit ő tud és amit ő szeret, azt a fajta játékot tudja most játszani, mert hagyják. És ez lényeges. Amiben az is szerepet játszott, és ez a másik dolog, amit akartam említeni a folytonosságban, én vele beszélgetve rajzolódott ki nekem a tavalyi csapatnak is a karaktere, és az idén is azt mondta, meg a legelső meccs előtti interjúban, hogy végtelenül normálisok a légiósok. Van ennek hagyománya azért, és aki nincs az öltözőben, nyilván az nem nagyon jut ilyen információkhoz, amikor ugye a jó kosarast igazol egy csapat, de atomjaira veri szét mondjuk az összhangot, vagy a kémiát azzal, hogy önző, vagy önfejű, vagy statisztikát gyárt, vagy csak egyszerűen nincs benne úgy a közösségben. A tavalyi légió egy kifejezetten üde színfolt volt ilyen szempontból, és mondta Vojvoda, amikor először beszélgettem vele erről a szezonról, hogy idén is emberileg semmi rosszat nem lehet mondani a kiválasztott légiósokról, akiket részben mondom nyilván ismertünk is korábbról. Igen, nekem például a Barnett az kifejezetten pozitív csalódás. Sokan azt gondolták, hogy ugye voltak útlevél problémái az elsőre kiszemelt posztjára a játékosnak, és akkor utána azt mondták, hogy hát gyorsan akkor hozzá kellett valakihez nyúlni, és itt ez a Barnett, aki majd olyan lesz, amilyen. És tényleg szerintem sokkal jobban játszik, mint azt sokan várták. És ez gyakorlatilag Martinon kívül, akit ugye említettünk, hogy még egyelőre a kakuktojás, mindegyik légiósra igaz, hogy jól hozza eddig azt, amit vártunk tőle. Hogy aztán meddig tart ez ki a szezon tekintve egész végig, vagy meddig? Ez ugye nyilván kérdőjel, itt 4-5 meccs után még sok mindent okoskodni nem lehet ebben a témakörben, de eddig tényleg úgy egész évben véve rendben van az Alba. Nekem csak annyit jött eszembe egy kis párhuzam, hogy meg lehet nézni a csapatot, hogy ugye beszéltünk a nyugalom fontosságáról. Nyugodt az edző, nyugodt a csapatkapitány, ezért nyugodtan játszik a csapat. Kicsit párhuzamot vonunk akár a hokival, vagy akár a magyar válogatottal és ugye Szoboszlaival, kisfehérvári kötődésként, akkor ugyanezt meg lehet figyelni, hogy folyamatosan
Most a válogatott ugye 2-2-t játszott, de folyamatosan nyeri a meccseket a hoki csapat is itt Fehérváron. Válogatott is jól szerepel, és a kosarasok is menetelnek, tehát nehéz ezt elérni, de hogyha elérik, akkor tényleg meg lehet figyelni. Hát a vezéregyeniségek szerepe az nyilván mindenhol kulcskérdés, és akár tényleg önálló téma is lehetne. Lezárva még ezt a kosaras témát, hogy Laci említette, ugye a Nemzetközi Kupában, a FIBA Európa Kupában szerdán este jön az első hazai meccs. Nagyon különleges a helyzet, nekem nincs arról információm, hogy az izraeli csapat, aki ugye negyedikként ott van ebben a csoportban, fog-e tudni, és ha igen, milyen körülmények között játszani. Az első meccsét nyilván az izraeli helyzet miatt elhalasztották, tehát a bolgárok is most fognak először játszani, mert ők játszottak volna a Hesliával. Ad abszurdum, az is elképzelhető, hogy itt három csapat fog igazából csak meccselni, márpedig akkor brutális jelentősége lesz minden kosárnak is, nem csak a győzelemnek, hanem akár a különbségnek is. Én nagyon kíváncsian várom, bevallom, egyelőre azt érzem, hogy bár szűk a rotáció, és nyilván hosszú távon azért nehéz elképzelni, hogy 6-7 emberrel végig lehet csinálni egy szezont, de most még jól bírja az Alba, és hát remélem, hogy a közönség számára is kellően vonzó lesz egy nemzetközi kupa meccs, mert hát régi közhely a magyar kosárlabdában, hogy a Körmend vagy a Szolnok legyőzése érdekli csak a szurkolókat igazából. Visszatérve még egy kicsit, itt a légiósok igazolása az Alba, most láthatóan azt az utat járja, hogy egy-egy kivételtől eltekintve vagy már bizonyított játékos megtart, például Fillmore, illetőleg tavaly is nagyon jól sikerültek az igazolások, a hazai mezőnyből ismert játékosok, aztán nem mindegyik vált be tökéletesen, de tavaly az ezüstéremmel minden rendben volt. Még korábban itt szóba hoztam Bánét, akivel annak idején viszonylag sokat beszélgettem, hogy mondta, hogy roppant nehéz igazolni, nagyon szívesen nyúlt a rukikhoz, tehát a újoncokhoz, akik megtettek mindent, hogy bizonyítsanak Európába, de annak idején volt Monok Tibor, aki aztán a Kaposvár ügyvezetője volt, kosárlabdázott ott még én főiskolásként, akkor ismertem meg, és játszott Fehérváron is, majd aztán visszatért, és nagyon sokáig vezette a Kaposvári Egyesületet, és mondta, hogy azért színesbőrű játékost faxon igazolni az nagyon nehéz. És valóban akkor 15-20 évvel ezelőtt nem voltak még ezek a lehetőségek. Videó, scouting, tehát nem volt a neten minden elérhető. Tehát egy csapat szereplését azért a légiósok befolyásolják, és döntően amerikaiakba bíznak, mert egyrészt a déliek, a szerbek, a bosnyákok, montenegróiak drágák, arányaiban drágábbak, mint az amerikaiak. Viszont ma már azért elérhető sok minden, és itt a döntő faktor az Alba kapcsán, hogy már bizonyított játékosokba gondolkodnak, és szerintem ez egy abszolút jó irány. Na, a nemzetközi kupáról csak annyit, ha már ez volt itt a kérdés, hogy ez a Botevgrád, ez egy nagyon rutinos nemzetközi szereplő, évek óta ott van. 2017-ben ugye az Alba is egy csoportkörben volt vele, és emlékszem arra a meccsre, hogy nagyon-nagyon megszenvedtünk a győzelemért, ami persze most nem jelent semmit, hiszen az, hogy az Alba is azóta teljesen kicserélődött, nyilván ez a Balkán-Botevgrád csapat is kicserélődött, de az, hogy folyamatosan ott vannak nemzetközi kupában, folyamatosan ott vannak az első háromban a bajnokságokban, ez azért jelzi azt a folyamatosságot, hogy velük számolni kell, és nyilvánvalóan a nemzetközi rutinjuk alapján a nemzetközi porondon is. Hát meglátjuk, hogy mire lesz elég az, ami a magyar bajnokságon egyelőre 100%-os teljesítmény. Reméljük, hogy az első európai kupa győzelem is megszületik itt a szezonban, ha már ugye visszatért az Alba az európai porondra. Egyetlen egy játékost még gyorsan csak kiemelek, aztán témát váltunk. A légiósok közül Dikit, aki olyan ipari mértékben szedi a lepattanókat, hogy gyakorlatilag hát mint Dennis Rodman annak idején, aki ezt tudta a legjobban a világon, most Kecskeméten azt hiszem 18 lepattanót szedett Diki egymaga, van olyan meccs, hogy egy csapat nem szed ennyit, úgyhogy ez is egy fantasztikusan jó húzásnak tűnik az ő leigazolása, de hogyha tényleg sikersztorikról akarunk beszélni, és ráadásul nem is csak egy-két forduló után, akkor itt vannak nekünk a jégkorongozók is. Ha azt mondtam, hogy nem emlékszem rá, hogy az Alba mikor vezette utoljára pontelőnnyel a táblázatot szezon közben, hát arra pedig aztán végképp nem, de lehet, hogy Laci majd ezt elmondja, mint hoki történelemkönyv, hogy mikor történt meg az, hogy egy teljes kör után, ami ugye 13 mérkőzést jelent, 9 győzelem álljon a csapat neve mellett, tehát gyakorlatilag, és azt hiszem második helyen állnak a táblázaton, de ez a kör, ez a 9 győzelem volt, hogy hónapok kellettek, hogy ennyi összejöjjön, és nekem az a különös ebben, erről már azért persze beszéltünk, hogy ahogy Vojvodát a kosarasoknál, vagy Szoboszlait a labdarúgóknál ki lehet emelni, ebben a volánban nem tudsz rámutatni most egy emberre, hogy miatta ilyen jó. Itt egész sor
sorok egészen pontosan húzzák a szekeret. Abszolút. És azt kell mondani erre a Volánra, hogy ez egy nagybetűs csapat. Tehát ők küzdenek egymásért, felszabadultak, ez egyértelműen látszik, és egyszerűen megy a csapatnak. Utána néztem vissza, nézegeti az ember ilyenkor a régi eredményeket, amióta az EBL-ben, vagy ICHL-ben játszik a csapat, azóta nem volt 9-ből 8 győzelem, 8-ból 7 már igen, 9-ből 8 nem, és 13-ból 9 sem volt még, ez abszolút statisztikailag rendben van. És hát hál' Isten, nem csak a statisztika van rendben, hanem láthatóan egyben van ez a csapat, úgyhogy jó róluk is beszélni most. Nekem az az érzésem, hogy ahogy mondtad is, hogy voltak jó szakaszok, talán szezon rajtot ennyire nem kapott még el jól a csapat, mert általában azért kellett idő, amíg vagy új edző, vagy új játékosok miatt így igazából folyékony, meg hatékony lett a játék. Ez most valami egészen új ilyen szempontból. Ugye Laci, te szoktad mondani, hogy az osztrák klubok költségvetése, meg az, hogy visszatérhettek a Covid előtti időszaknak a tervezéséhez, ez befolyásolja azért az, hogy a mi esélyeink is hogy változnak. De hát azt nézem, hogy ebben a szezonban egy Pusztertál parádésan kezdett, egy Innsbruck ott van az első 6-7-ben, tehát még csak nem is a Salzburgról, a Viennáról, vagy nem tudom, a Klagenfurtról beszélünk, hogy itt vagy nagyon kiegyenlítődtek az erőviszonyok, vagy most tényleg az van, hogy az úgynevezett kicsik hirtelen nagyon harapnak. 2020 őszén, amikor mi a Covidot már kezdtük elengedni, az osztrákok még akkor javában benne voltak, akkor szerepelt nagyon jól a csapat, és állt első-második helyen az ősz közepén, viszont ott nagyon sok meccs elmaradt. Tehát tulajdonképpen mi azért szerintem jobban kezeltük ezt a Covid logot, hogy ment a bajnokság, ment, a futball is, a hoki is zárkapuk előtt, de gyakorlatilag azért haladtunk előre. Sokkal volt egy ilyen nagyon jó szériája Volának, de jellemző valóban, amit mindig visszacsatolok, hogy az osztrákok most értek vissza az igazi életükhöz, az tavalyi szezonban, és ez döntötte el, hogy mi 2 évvel ezelőtt a döntő volt egy Volán Salzburg, ez tavaly már negyed döntő. Tehát az osztrákok visszaerősödtek, és most is ez egy elképesztően jó szereplés. A kis Dávid Dudu csodálatos ember és egy nagyon nagyszerű edző, és jöttek hazafel a buszon, és nem nagyon aludtam, néztem az online eredménykövetét tegnap előtt, és küldtem rá egy SMS-t, hogy nem figyelsz oda, veled fogják avatni az új csarnokot. Tehát én mondtam is neki, hogy ez egy fehérvári edzőként, fiatal edzőként, saját nevelésüként itt játszott, itt nőtt fel. Nagyon jó szerepel, és nyilván nem tud már olyan rossz szériát elkapni, hogy ne maradjon ott az élmezőnyben, és a csapat jó is. És úgy tűnik, hogy tényleg ez a fiatalság, és valamit nagyon tudhat, hiszen van játékos, aki idősebb nála, akik elfogadják. Tehát biztos, hogy nagyon jól csinál valamit, és taktikailag is roppant érett a csapat, és ahogy nézem a meccseket, rend van a padon. Tehát önben nincs hiszti, hanem minden megy a maga dolgában, illetőleg úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó érzékkel nyúl a külföldiekhez, és attól tartottam, hogy egy külföldi mennyire lehet mozgósítani egy fiatal magyar szakvezetőnek, hogy mennyire fogadják el, de úgy tűnik, hogy itt tökéletesen működik a rendszer. Hát amit gyorsan le is kopogtam egyébként, ez, hogy nem jöhet közbe semmi, azért a sérülések hál' Istennek eddig elkerülték a Volánt, legalábbis az olyanok, amik tényleg hosszú időre befolyásolták volna mondjuk a sör összeállítást. Ugye Dávid mellett ott van Tyler Dietrich, akivel a munkakapcsolata gyakorlatilag régi keltezésű, csak fel kellett újítani, valószínűleg köztük is akkor remek az összhang. És hát ami szintén nem új, ebben a műsorban is beszéltünk róla, hogy kapusposzton pedig egészen váratlanul küzd a bőség zavarával Dudu, mert szerintem arra, hogy Horváth Dominik ilyen egészen parádés meccseket hoz le, és most már nem csak arról van szó, hogy egyet véletlenül sikerült jól a védelemnek is köszönhetően megúszni, hanem kifejezetten tartást ad a csapatnak, úgyhogy hát ha valami nehéz kérdés lehet mostanában, ha csak nincs valami előre lefektetett modell, az az, hogy melyik kapusát használja az adott mérkőzésen. Érdekes, hogy 29 pontja van a Filaknak, 29 a Albin és 29 a Volánnak, és ezt a következő SMS-ben megköszönte a vezetőedző a dicsérő szakot, és mondtam, hogy kicsi csalódás, hogy ilyen szereplés mellett sem tudod vezetni a tabellát, és írt, hogy még altatjuk őket, és majd eljön a pillanat. Tehát, de az biztos, hogy tényleg ez a szereplés mindent. Tehát így megy még a végén a Magyar Kupát is sikerül megnyerni egyszer, ami most már azért elég régi vágya a sok jóhoz szokott fejvári közönségnek. A Magyar Kupák kapcsán az érdekes, hogy minden klubvezető elmondja, hogy megpróbálja megértetni azzal a 10 kanadaival, vagy 6 svéddel, 4 finnel, hogy
ez nagyon fontos, mert ez egy, őket, a külföldieket ez nem érdekli. De nem sikerül. Ők gyakorlatilag úgy gondolja, ez is egy meccs a sok közül, és jégre lép, van néző, az, hogy most ez Miskolc, vagy mondjuk Bolzano, az ő szempontjából neki mindegy, ők zsoldos katonák, és azt a pluszt nem hajlandók hozzátenni, amit egy magyar közegben kellene. És ez tényleg egy magyar hokis, ezt átérzi, de egy Egyesült Államokból, egy Floridából érkezett hokis, ő úgy gondolja, hogy itt megteszem a dolgomat, felveszem a pénzem, hozzáteszek mindent, kedves vagyok a drukkerekkel, de ő ezzel nem foglalkozik különösebben. Egy nagyon hasonló példa, kosarasokhoz érkezett egy légiós, és hát interjú, és mondja, hogy soha nem járt Magyarországon, nem is hallott róla, azt se tudja ez micsoda. Jó, megírom, majd utána érkeznek megjegyzések az interneten, hogy hát mennyire nem vagyok hozzáértő, és a felkészületlenségnek a ne továbbja. Ez az úriember 2 évvel ezelőtt Körmenden játszott az aktuális csapatával, 28 pontot dobott, és a mezőny legjobbja volt. Már. Nem emlékezett rá. És mondom, hogy bevitte a mállásba, mint a Maciot néz előttem, és mondja, hogy hát tulajdonképpen ő fogalma nincs, leszálltak Sveháton, aztán kicsit buszoztak, játszottak, és aztán hazamentek. Tehát tulajdonképpen hogy Ausztriában fogalma vagy, nem vagy volt, nálunk, hogy ő hol zajlik, de mondom, volt a kosarosoknál is olyan példa, hogy megjött déli részről egy úriember novemberben, strandpapucsba, rövid nadrágba és zokniba, mert ő nem léptek ki az államhatárt, ahol mindig meleg van. Tehát tulajdonképpen voltak itt azért történések is, mondom, a külföldítől azt várod el, hogy mindent megtesz, hozzá tesz a csapat teljesítményéhez, de igazából, hogy ő különösebben most éppen hogy éli az életét, az neki tulajdonképpen sokat randul tényleg. Hát mindesetre jégkorongban nem fogunk ilyet látni, hogy strandpapucsba érkezik egy légiós, ők azért tudni szokták, hogy a csarnokban hideg van. Igen, igen. Annyi még a magyar kupához, hogy nyilván magyarként akkor valószínűleg kis Dávidnak is presztist fog jelenteni, illetve jelentett az, hogy elhódítsák ezt a serleget is most már. Reméljük, hogy sikerülni fog. A 2 héttel ezelőtti adás idején, amikor ugye utoljára a férfi társaságban sporteseményekről beszélgettünk, még nem tudtuk a magyar labdarúgó válogatott teljesítményét pontosan kiértékelni, de hát azóta ugye nyilvánvalóvá vált, hogy gyakorlatilag kint van az Európa-bajnokságon a csapat, én nem hiszem, hogy ezt el tudom innen kiabálni, nem én leszek az oka, ha mégis megtörténik, de elképzelhetetlennek tartom. És ami különösen ugye relatíve még értékesebbé teszi ezt a dolgot, hogy mind most úgy beszélgetünk, hogy a legutóbbi meccs egy kicsit csalódást okozott a szurkolóknak, mert már nagyon hozzá lettünk szoktatva a jóhoz, és gyakorlatilag mindenki biztosra vette, hogy Litvániában azt a győzelmet, ami a matematikailag is biztos kijutást jelentette volna, megszerzi a csapat. Talán éppen jókor is jött, és egy kicsit, amiről mi is itt beszélgettünk, hogy azért még mindig nem szabad ezt úgy kezelni, hogy nekünk magától értetődően jár mindenhol a győzelem. Pedig hát Litvániát egyébként borzasztóan gyenge is, és sötétebb korok magyar válogatottja is rendre meg tudták verni. Valószínűleg az volt, ugye van itt helyszíni szemtanunk, aki látta a mérkőzést Kaunasban, hogy talán az a fajta küzdelem, harci szellem, koncentráció, ami a szerbek ellen végig megvolt, az ott az első fél időben kicsit hibázott. De mondom, ezzel együtt úgy áll a csapat, hogy gyakorlatilag biztosra vehetjük a kijutását. Én nem voltam ott Kaunasban, a Kajzi volt kint Kaunasban. Te nem voltál kint? Úgy emlékszem, valahonnan szelfiztél pedig. Nem, a szerb meccset néztük együtt, és onnan szelfiztünk, mi ketten. Jó, akkor bocsánat, én valami érdekem az volt. Nem rossz a felvetés, szervezem már a túrát Szófiába, de nagyon szeretnék kimenni. Ezért nem jutottunk ki Kaunasban, hát igen, na, a fiúk figyeltek arra, hogy legyen tét. Laci, nem voltam Kaunasban, de az biztos, hogy mondom, ez a csapat, amelyik üzenbiztosan megverte az ilyen nálánál gyengébb csapatokat. Én ezzel a meccsben is találtam egyértelmű pozitívumot, mégpedig azt, hogy 2-0-ról nem nagyon szoktak fölállni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen meccsen akárki is az ellenfél 0-2 után ez 0-4 a vége. És úgy jöttünk vissza a meccsbe, hogy a végén győzelmi esélyünk is volt. Egy picit azt éreztem rajtuk, hogy tényleg elhitték a fiúk, hogy most majd annyira jók vagyunk, hogy nem az, hogy kit küldjük a mezbe. Valóban is a két játékos is mondta a meccs utáni interjújában, hogy kicsit elnagyolták az első fél időt, de aztán időbe kaptak észbe, és aztán volt egy tökéletes második. De úgy gondolom, hogy minden további nélkül ott a helyünk, és tényleg egyértelműen, mert a korábbi 2 EB szereplésünkben azért benne volt a Platini döntése, a létszememelés a 16-ról 24-re. Hiszen volt azért egy olyan norvég meccs, ahol például a Kleinheisler góljából a semmiből, aztán utána itthon magabiztosan, de egy pótkvalifikációs és ráadásul a Nemzetek Kupájából kaptunk egy esélyt valakin keresztül. Meg nem mondom, hogy melyik csapat csinált X-et valahol, ami miatt mi
pótselejtezőzhettünk. A következőnél a Izland ellen ott Gulácsi hibáját Négó Lajos és aztán a Kisszobi javította, de az is volt szerencsefaktor, illetve pótselejtező, de most ebben a 24-es mezőnyben, sőt, ha most 16-os lenne még az EB mezőny, akkor is ott lennénk, mert van annyira elsőzem, hogy a csapat. És én gondolkodom a sportági összehasonlításokban, én úgy meditálok, ha nagyon ráérek, hogy a magyar csapat sportágak közül torony magasan a futball fejlődte a legtöbbet, válogatott szinten biztosan. Hát a válogatott szinten szerintem, ami külön téma lehetne nyilván, mert azt gondolom, hogy messze felül reprezentálja a válogatott jelenleg többek között olyan játékosok, az élen, akik a magyar futball termékeinek azért nem nevezhetők a saját foci valóságunkat. De tény és való, hogy ettől függetlenül ennek nagyon kell örülni. Ami külön tetszik, és szerintem egy kicsit a titokhoz közel visz, hogy ezután a litván meccs után, aminek egyébként a második fél ideje borzasztóan egyoldalú volt, tehát nem nagyon szokott ilyen különbség lenni válogatottak között. Az más kérdés, hogy azt a harmadik gólt nem sikerült berúgni, de az volt az ember érzés, hogy a litvánok totál kész vannak. És a magyar válogatott így ledominálni, hát a bolgárokat hazai pályán, ugye rúgtunk is nekik lazán hármat már szünetig gyakorlatilag. Szóval ami szimpatikus volt, hogy Szoboszlai és Rossi is magára vállalt felelősséget, ahogy Laci is mondta, a játékosok említették, hogy nem megfelelő volt a koncentrálás és a hozzáállás szünet előtt, Rossi pedig hát egy taktikai húzást, ami valóban nem sült el jól, ugye Szoboszlait hátrább vonta az első félidőben. És ott gazdagabb próbált, akinek az amerikai eredményei tényleg imponálók, de kiderül az, hogy az amerikai bajnokság azért erősebb inkább egy kirakat dolog. Tehát, hogy itt az van, hogy van igenis vállalása a felelősségnek akkor, amikor valami nem úgy sül el. Igen, ez egy nagyon jó válogatott ilyen szempontból, bocsáss meg, minden jövett se is. Tehát a lényeg az... Tehát azt a végig beszéled az egész. Igen, Lacikával nagyon örömködtünk itt a szerb meccsen, mert láttunk egy tényleg olyan magyar válogatottat, amit mindig is akartunk, meg amit láttunk is nagyon sokszor, és hogy egy szerb válogatott ellen úgy tudott játszani a csapat, ahogy kell, ahogy őket meg lehetett fogni. Viszont borzasztó nagy energiákat is elégetett ezen a meccsen a magyar válogatott, hiszen nyilván a tévén is átjött, de ott a helyszínen láttuk, hogy azért már néhányan, hát igencsak a hátsójukon vették a levegőt az utolsó 10-15 percben, amikor már nagyon nyomtak a szerbek, nagyon jöttek. Hát igen, és emiatt is ugye tarthattunk attól, hogy azért erőlétileg nem lesz éppen fit a csapat majd Litvániában, meg ugye tudjuk minden sportágban, csak Magyarországon, más országokban is, ha ilyen helyzetben van egy csapat, hogy már tényleg csak az 1-2 pont hiányzik, akkor mindig azt az 1-2 pontot a legnehezebb megszerezni a végén, akár ki ellen is. És az első fél idő ez abszolút arról szólt az én olvasatomban, hogy igen, egy kicsit úgy fejben ott maradtunk valahol, viszont utána attól tartottam, hogy már tényleg fáradt a csapat, és nagyon nehéz is lesz megújulni, és erre viszont rácáfoltak, és tudtak rátenni erőlétben, taktikailag minden szempontból a második fél időben, és ki tudták hozni ezt a meccset arra, ami ebben a helyzetben a maximum benne volt a 0-2. Igen, de azt azért tegyük hozzá, hogy amennyiben esetleg a szerencse nem adott nekünk Litvániában, és az a harmadik gól nem jött össze, úgy előtte a szerbek ellen viszont kaptunk rendesen, mert ott megkaphattuk volna azért az egyenlítő gólt simán, tehát volt ugye, hogy egy támadáson belül két lövésből két kapufát lőttek a szerbek, és ez csak tényleg a legélesebb, és azért az a második fél idő az erősen arról szólt, hogy túl akarjuk élni azt a meccset. Még így is volt persze olyan ellentámadás, amiben benne volt akár a magyar gól is, de hát ott meg azt érezte az ember, hogy tényleg az ellenfél az erősebb csapat, ott tényleg a szívével és a küzdőképességével harcolta ki a győzelmet a válogatott. Litvániában megfordított volt a szereposztás, ott mi domináltunk, mi voltunk az erősebbek, és nekünk nem jött össze a gól, ami annyira kellett volna. Hát én úgy tudom, hogy utoljára, ugye beszéltük, hogy mikor állt fel a csapat utoljára 0-2-ről, én úgy tudom, hogy Puskás Ferenc szövetségi kapitányság alatt már 30 évvel ezelőtt. Ez az egyik, a másik hírek az, hogy... Hírek ellen. Köszönöm meccsen. Szépen a lexikon. Hamar Pista egyetlen jó válogatott meccset, rúgott két gólt, azt hiszem. Így van. Igen, a másik pedig az, hogyha én jól tudom, akkor 9-ből 8 eshetőséggel tovább jut a csapat, tehát ahogy te is mondtad, azért ezt már aláíratjuk, hogy tovább fog jutni a csapat. Én nem fogadta őket, hogyis mert nem volt meg az atmoszféra, nyilván nem is számíthattunk rá, hogy Litvániában meg lesz az atmoszféra, hiszen ha jól tudom, egy időben volt egy litván kosárlabda mérkőzéssel is ez a labdarúgó meccs, és többen voltak kíváncsiak ott a kosára, és tehát nem voltak annyian
a nézőtéren. Én azt is néztem, ahogy beléptek, mondom, nézzük meg akkor, hogy milyen hangulat fogadja őket, és hát azért ott erős lyukak voltak a lelátókon, hát akkor itt nem lesz meg ugye az a hangulat, ami Rózsa Sándorral és a Molinóval és a sok tízezer emberrel meg volt ugye nekünk itthon a szerbek ellen, ami végül is belelóval szerintem minket a győzelembe. És látszott is, hogy egy kicsit úgy leült a csapat, velünk elhitették, hogy már megvan, szerintem ők is elhitték, hogy már megvan, és ezért is nem működtek annyira most összhangban és csapatként, és mindenki, és én is úgy néztem, hogy ez itt most mi a tök, hogy most mit killódunk itt egy litvánok ellen, amikor mindenki azért ült le tényleg a tévé elé, hogy most ünnepeljünk egyet, hogy kijutunk, fura volt átélni az élményt. Hát reméljük, hogy Szófiában nem ezt fogjuk átélni. Ugye mindig nagy kérdés csapatsportágaknál, hogy valójában egy edző mennyit tud hozzátenni egy csapat játékához. Én azt gondolom, hogy ha a Marco Rossi teljes éráját nézzük, ami most már gyakorlatilag egy tényleg, hát ha nem is gödör, mert azért ugye 2016-ban már kim voltunk az EB-n, de utána azért jöttek még nehéz időszakok. Tehát ha onnantól nézzük, ahonnan ő átvette ezt a válogatottat, odáig, ahol most tart, akkor hát én azt mondom, hogy ez 80%-ban legalább Rossi munkássága, tudása és eredménye az, amit ez a csapat jelenleg tud. Úgy is, hogy most már gyakorlatilag világsztárunk van Szoboszlai személyében. Azt nem tudom, ti láttátok-e, én nem is emlékszem ilyenre, amióta én focit nézek magyar válogatott meccs után, hogy úgy mentek oda hozzá Litvániában az ellenfél játékosai, hogy gyakorlatilag mindenki alig várta, hogy akkor őtől elkérhesse a mezt. Legalább 2-3-an mentek hozzá azonnal. Tehát tényleg ilyeneket láttunk, hogy ide jött Magyarországra egy sztárválogatott, és a mi játékosaink kergették az ő császáraikat. De tényleg a Szoboszlaival együtt azt mondom, hogy ez Rossi csapata is, és főleg az ő érdeme. Igazából Rossinak két rossz meccsére emlékszem, a két albán meccs, amin elment végül is a BB szereplésünk, tehát tulajdonképpen, de ott is voltak olyan szintű klasszisok, mint Broja, szóba került a korábbi adásban, és ott az albán csapatban azért Premier League, olasz bajnokság, spanyol bajnokság, tehát ott vannak nagyon jó futballisták, és ott, ha az a 6 pont megvan, akkor az is talán teljesen más, de az valószínűleg az a kvalifikáció elmaradása hozzátett ahhoz, hogy még jobb lett ez a csapat az EB. És a nagyon fontos Rossinál, hogy külső hangukra nem hallgat, mert neki van egy koncepciója, és nem lehet bedumálni senkit a keretbe. Valóban én azt játszhatja, akit játszatni kell, és a kis Szobi szerencsére a mi gyerekünk, de ott van például a kis Sallai, aki tényleg elképesztő futballista. És ha nem lenne Szobi, a Sallait szerintem minimum Európa klasszisként kezelnénk mi is, és úgy gondolom, hogy az is. Az édesapja 94-ben került Siófokra, és tényleg nagyon jó viszonyban vagyok vele, és gratuláltam a gyerekhez, és mondta, hogy nézd meg, hogy veszi át a fiam a labdát, és hogy fordul a kapura. És ennek egy ékes példája volt most a legutóbbi gólja, hogy az nem véletlen volt, ahogy sarokkal tette maga elé, és fordult, és ballal a támaszkodó lábával valahogy elrúgta. De azt mondja, a fiam mindig nagy gólokat lő, tényleg emlékszem a csehek ellen, Wolverhamptonba a két gólja. Előtte, ez a válogatott meccs előtt néhány nappal közvetítettem egyébként a Freiburgnak a West Ham elleni mérkőzését, ahol szintén rúgott egy nem kicsi gólt, jó, lecsorgó volt kapu előtt, tehát helyzet volt, nem egy ilyen bonyolult szituáció, de az is nagyon föl lett rakva, és ugye ő a Bundesligában is abszolút meghatározó játékosnak számít most már, úgyhogy teljesen igazad van Laci ebben, hogy Sallai ott van ugyanazon a polcon a mi klasszisaink között. Ami pedig Rossit illeti, oké, lehet mondani, hogy nem hallgat senkire, és hogy nem lehet bedumálni senkit a csapatba, ugyanakkor kényszer helyzetekben, mint amikor Willy Orbán kiesik, vagy azért nincs nekünk olyan bőmerítésünk, akkor akihez nyúl, valahogy az is helyére van rakva, és tudja, hogy mit kell, és tudja, hogy mit akarnak tőle, és a legjobbját hozza. Tehát erre mondom, hogy az edzőnek azért ebben véletlenül óriási szerepe van. Igen, nem volt könnyű dolga, mert az első meccsen játszott Lang, a másodikon igazából Szalai volt a középső védő. Megoldották ők, de ott valóban űrt átongott. Tehát a Willy Orbán szintén európai szinti klasszis egész biztos, egy Bundesliga élcsapatban stabilan játszik így, hogy súlyos sérülés ellenére 2 évet hosszabbítanak vele, tehát ő egy elképesztően nagy húzás. Tehát volt nekünk olyan honosított játékosunk, nem biztos, hogy hozzátett pluszt, de például Négo a Le Havre-ra újjászületett, otthon bizonyíthat végre, tehát annak idején nagyon fiatalon került az AS Rómához, elvitt a római éjszaka, aztán Fehérváron nagyszerűen játszott, Újpesten nagyszerűen játszott, és úgy gondolom, hogy ő nagyon sokat hozzátesz, rendkívüli értéke ennek a válogatottnak, és aztán jönnek a mi fiataljaink is tényleg, tehát úgy gondolom, hogy nagyon rendben van ez a keret.
Na hát reméljük, hogy előbb-utóbb az utánpótlásból is, bár ha már a magyar futball megújhodásáról beszélünk, azért az utánpótlás válogatottaink eredményeit elnézve kicsit aggódhatunk, hogy mi lesz, hogyha egyszer Rosszinak még valakihez hozzá kellene nyúlni a nemzetközi szinten. 5 percünk maradt az adásból, nem fogjuk megúszni azért a Vidit, vagy nem fogjátok megúszni, és ha már arról beszéltünk, hogy az edző mennyit tehet hozzá, nyilván az is kérdés, hogy mennyit vehet el, vagy mennyit nem tesz hozzá adott esetben, és csak azért mondom, mert itt ül Mátai Balázs, aki irdatlanul kritikus Bartosz Zselákkal szemben. Most ugye a Vidi a válogatott szünet után 2 hétig állítólag kőkeményen készülve gyakorlatilag sima vereséget szenvedett Debrecenben. Én erre tippeltem is volna, nem feltétlenül az edző miatt, tényleg úgy látom, hogy lesz azért gondunk ebben a szezonban, de hát te nagyon-nagyon kirúgnád már ezt a svéd-lengyel embert innen. És meglepő, hogy nem csak én, ugyanis volt egy privát összefutásom Garancsi tulajdonos úrral néhány nappal ezelőtt. Na akkor keresett, és nagyon várt az időpontot. Akkor ami publikus belőle, most már mondanod kell. Összefutottunk, hát annyi publikus, hogy azt mondta, hogy már nyáron nem engedte volna tovább ezt a projektet, ám sokak által ebben a pozíciójában kedvelt Juhász Roland exportigazgató úr olyan megállapodást kötött vele, amit ő nem tud, és így, hogy most egyedül finanszírozza a klubot, nem is szeretne kifizetni. Még van ez a szezon, tehát ez a plusz egy év járt neki azért, hogy bent maradt a csapattal. Ezt egy kicsit nehezményezte, hogy így állapodott meg vele a Roli, hogy nem volt semmi feltétel. Ha bent maradunk, akár esik, akár fúj, te maradsz és kapsz még egy évet. Ki kéne neki fizetni azt az összeget, ami jár még erre a szezonra, ha felállítják. Úgyhogy ez azért nem lesz egyszerű meccs. Vignyevicset szerette volna a tulajdonos úr. Ebben egyet is tudtam volna vele érteni. Azt mondta, hogy ott egy kicsit eltökölte az akkori sportigazgató, illetve az akkor azt hiszem már Oli volt a tavaly tavasszal, ami mielőtt Újpestre visszament, újra aláírta Vignyevics, őt szerette volna, vagy a Nikolics is jöhetett volna vissza éppen, de hát vele addig jutottak, hogy majd visszatérünk rá nyáron, majd amikor úgy tudunk ki csapatot meg keretet kialakítani, ahogy azt én szeretnék. Vignyevics meg közben még egyáltalán jutottak volna oda, hogy megkeressék már aláírt Újpestre. Úgyhogy gyakorlatilag ez az edzőkérdésnek a története, hogy meddig hagyják ezt még, vagy mi lesz ennek a vége. Tehát valamit engednie kell Zseláknak is előbb-utóbb, ha látja ezt, hogy a csapatnak nem megy, mindenki szeretné, vagy legalábbis jó sokan, hogy álljon fel és távozzon. Nem egy egyszerű helyzet ez így, ez ténykérdés, de most is láthattuk Debrecenben, hogy tehát az utolsó 25-30 percben a támadók már egy elrontott támadás után csak ballaktak, vagy ténferegtek visszafelé például, amit én azért nem tudok erőléti problémaként felfogni, mert korábban ezt nem láttam 2 hét alatt, nyilván edzettek valamennyit, előtte pedig a győztes meccseken azért már látszottak pozitív jelek, úgyhogy most megint visszajutottunk oda, hogy nincs koncepció, a védelem össze-vissza szaladgál, rendezetlen, és ez nem annak a néhány játékosnak a hibája, aki a pályán van, mert ezek egyénileg képzett, jó, hogy védők, válogatott kerettagok, tehát itt valahol mégiscsak van edző probléma, nem csak én kritizálom ezt, vagy látom ezt így nyilvánvaló, meg mások is, akik nálam sokkal illetékesebbek, meg kell ezt a helyzetet valahogy oldani a vezetőknek, hogy ha váltani tudnak, akkor egyrészt úgy váltsanak, hogy helyette tényleg egy olyan jöjjön, aki ezt a csapatot rendbe tudja rakni, mert ne csak az legyen a cél, hogy ő menjen el, és akkor mi van, tehát kiül le a helyére. Igen, hát itt megint jön a kérdés, hogy milyen valójában ez a keret. Én is azt gondolom, hogy egyébként annyira nem rossz, hogy egy lásd Marco Rossi, egy egyszerű világos koncepció mentén, akár annak a koncepciónak a mentén, hogy ne kapjunk ki, nem lenne öröm, nem lenne szép, hogy mondjuk a védelem ne kapjon kettesével gólokat, bár most legutóbbi meccseken éppen a csatárok rúgták, tehát már bíztunk benne, hogy valami. Tehát, hogy valóban a kérdés az, hogy van-e, aki ezt így rendbe tudja rakni, illetve hogy ki az a vezető, aki meghozza majd adott esetben ezt a döntést, mert gondolom azt nem kérdezted meg Arancsi Istvántól, hogy klubigazgató posztra van-e jelölt, vagy lesz-e, vagy egyáltalán kell-e még ennek van, a klubnak? Van, mondott több neved, de miután egyik sem biztos még, meg egyikkel sem tartanak abban a fázisban, hogy itt most már a végső stádiumban is alá lehet írni, ezért inkább... Jó, hát tartsuk magunkat ebből a sajtóetikához. De azt mondta, hogy nem, tehát nem sürgős, tehát most nem az a legnagyobb problémája a Vidinek, hogy van-e sportigazgatója, vagy nincs, és ebben azt gondolom, hogy egyet lehet vele érteni. Laci, te hogy látod ezt a kérdést? A 2 győzelemmel a csapat egyébként középcsapat lett, tehát tulajdonképpen elindult, és most se áll rossz helyen. Hát, de leginkább azért, mert van 4 rosszabb. Igen, de a csapat nem áll momentan nagyon rossz helyen. A játékosokkal volt ezt beszéd az edzőnek, nekem olyan érzésem, hogy a csapat elfogadja. Tehát ahogy kommunikál mondjuk Kalmárral,
meg a többi játékos, én úgy gondolom, hogy nem öltözői probléma van, itt képességbeli problémákat érzékelek, illetőleg azért fejlődött ez a magyar foci, és mondom, abból indulunk ki, hogy tavaly éppen, hogy bennmaradtunk, ahhoz képest én nem látom annyira drámainak ezt a helyzetet. Az edző valószínűleg ért hozzá, itt egy dolgot hiányolok másokkal egyetemben, hogy egy bizonyos meccs helyzetekben nem tud váltani. Tehát tulajdonképpen ő nem tud olyat húzni, lehet, hogy a keret sem alkalmassá, de míg egy Bognár György 10 percen belül átszervezi a csapatát, és azonnal visszajönnek a meccsbe, sőt fordítanak, itt én ezt nem érzékelem. Tehát megy ez a darálás, de én úgy gondolom, hogy a csapat bízik ebbe az edzőbe, ezért van az, hogy a vezetők is még bíznak. Aztán nyilván itt vannak anyagi megfontolások is, de az biztos, hogy itt ez a klubot most már nem érdemes a legfelsőbb polcra tenni egzisztenciális tekintetben sem, szakmailag biztosan nem, és a beágyazottsága is a szurkolók részéről az is érdekes. Hát, tehát ahol most a csapat áll, én úgy gondolom, hogyha itt maradunk, vannak mögöttünk még néhányan, akkor én nem leszek elégedetlen. Hát ami a polcot illeti, azt ugye maga Garancsi István mondta a szezon előtti interjújában, hogy akkor most más polcra kerülünk. Ami pedig a végkielégítést illeti, hát igen, volt itt néhány év, amikor ez se jelentett problémát, hiszen nyilvánosságra került, hogy milliárd fölött fizetett ki csak felbontott szerződések után pénzt az egyesület. Ezek szerint ez most nem lehetséges. Miként azt sem, hogy tovább beszéljünk róla, mert sajnos letelt az adásidőnk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Folytatása következik, hogy ilyenkor szoktuk mondani, meg kiírni, mert ez úgy látszik, hogy kimeríthetetlen téma, de remélhetőleg jövő héten azért újra örömteli dolgokról is fogunk tudni beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet is. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.